szélcsatornában vagyunk. Szélcsatorna mozgató berendezés egy szondát, egy sebességmérő szondát hoz ide a stadion felé. Ennek a sebességmérő szondának a segítségével be tudunk állni a lelátók fölé, és meg tudjuk mérni a lelátók fölött, illetve a fű fölött a sebességet. Két szempontot kell figyelembe vennünk. Az egyik az, hogy a nézőknek a komfortja, ne legyen túl erős húzat. A másik szempont pedig az, hogy a fű megfelelő módon szellőzzön, ne rohadjon be erre. Ezt a két szempontot kell a tervezőknek figyelembe vennie. Egy ilyen méretű épületnél pontos szélteherek az ismeretével egyrészt komoly összegeket lehet megtakarítani az építés során, másrészt pedig optimalizálni lehet az épület környékét, például arra, hogy arra érkezőket ne fújja el a szél. Ez egy áramlástani makett, tehát itt nem a látvány számít, meg nem az, hogy pontosan minden részlet ugyanolyan legyen, hanem az, hogy az áramlástani hatásokat modellezzük, amelyek létrejönnek a nagyobb szerkezeti elemeken, a tereptárgyakon. A másik fontos feladatunk pedig a nyomásmérés volt, a tetőszerkezetre ható szélerőnek a vizsgálata. Ezek a pontok itten nyomásmérő furatok, melyeknek mindkét oldalához egy nyomásmérő szenzort kötünk, és ez a nyomásmérő szenzor meghatározza a nyomáskülönbséget, ami a tetőszerkezetet terheli. A nyomásmérő csövek tehát a tetőbe vannak beépítve, és ezeket a csöveket levezetjük a modell alá, és a modell alatt kötjük össze őket a mérő szenzorral, tehát a nyomásmérő szenzorral, és itt kívülről tudjuk vezérelni ezt a összekötést. Szélcsatornában a mérést olyan 20 méter per szekundumos, azaz 70 km per órás sebességnél végeztük el, de ez csak a mérési sebesség, magát a szerkezetet ennél nagyobb szélsebességre méretezik a statikus kollégák. Körülbelül azokat az eredményeket kaptuk, amikre számítottunk. Akkor, hogyha szélcsatorna kísérletet végzünk, akkor sokkal pontosabb eredményünk van, mint hogyha a szabvány alapján tervezünk, amely nyilvánvalóan a biztonság felé a legbiztonságosabb esetet veszi figyelembe.